Az utolsó simításokat végzik az új nyíregyházi legógyár építésénél. A jelenleginél háromszor nagyobb gyár, több tekintetben egyedülálló zöldmezős beruházás. Az építést azért határozta a társaság vezetése, mert az ipari parkban lévő régi gyárépület bérleti szerződése 2015-ben lejár. Az új gyártótelepen a korábbi 356 helyet első körben 672 földcsöntőgép biztosítja majd a megfelelő kapacitást, a logisztikai műveletekhez pedig egy 80 ezer raklapnyi összterületű raktár készül el. Amint egy 60 milliárd forintos zöldmezős beruházással 250 új munkahely jön létre házán így a cégnek mintegy 1500 döntően a régióból érkező munkavállalója lesz. A játékgyártó vállalat nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és a munkabiztonságra. Ennek szellemiségében épült fel az új komplexum is a Tiszavasvári úton. Volt arra lehetőségünk, hogy a terveket úgy készítsük el, hogy valóban messze menőkig figyelembe vegyük a biztonsági követelményeket. Csak egy néhányat szeretnék ezekből említeni. Az egyik és legfontosabb, hogy sehol nem fogja keresztezni a teherforgalom a gyalogos forgalmat. Ez azt jelenti, hogy a a személygépkocsik, a tehergépkocsik, főként azok nyilván, amelyik anyagot szállít akár be a gyárba, vagy akár ki, nem fogja keresztezni a gyalogosok útját. Belül, a belső forgalomban ugyanezt a szempontot tartottuk szem előtt, ott is elszeparáljuk a gyalogos forgalmat. A teherforgalomtól, tehát a targoncák nem fognak találkozni majd a gyalogosokkal, ahol találkoznának, ott mindenhol igen erős védőkorlátok lesznek majd beépítve. Nagyon sok minden más megfontolásunk is van, például az új berendezéseket úgy választottuk ki, hogy az azok valóban a, a lehető legmagasabb biztonsági színvonalnak feleljenek meg, a területünk bármelyikéről is beszéljünk. A gyárban a bővülő termelési kapacitásnak köszönhetően a jelenleg 20 millió doboz játék helyett évi 30-40 millió darabot készítenek majd Nyíregyházán. A legyártott kockák száma így megközelítőleg a duplájára emelkedik. A LEGO csoport a tavalyi évben 10%-kal növette üzleti eredményét és 11%-kal árbevételét, ami a folyamatos fejlesztésnek az innovációnak köszönhető.